Benke András Gyapit köszöntöm most a stúdiónkban, aki 25 éve a kőbányai Happy Dog kutyaiskola vezetője, babérkoszorús, mesterkiképző, nemzetközi teljesítménybíró, tanítósegéd, és már 38 éve kutyázik. Itt vagyunk egy stúdióban, és hoztál magaddal egy gyönyörű kutyát, és rögtön azzal kezdett, hogy nyugodtan feljöhet a kanapéra. Ezek szerint megszokta ezeket a körülményeket. Hát mondhatom azt is, hogy korábban nyilván a szocializációnak ez része, úgy szintén, hogy a kutya bármilyen benti körülmények között, bármilyen talajon képes legyen otthonosan, normálisan mozogni, illetve nyilvánvaló, otthon mondjuk a kertbe, illetve kennelbe van tartva, de bármerre megyünk a világba, kísérjük a versenyzőket, vagy vizsga, bármilyen rendezvény van, akkor ez természetes, hogy szocializáltan és normális a 21. századi módon kell viselkednie a kutyának is. Azért hívtalak most erre a kis beszélgetésre, hogy a kutyaiskolákról beszéljünk, hiszen itt Kőbányán nektek van az egyik legrégebb és legnagyobb iskolátok is. Szerinted miért gondolják úgy az emberek, hogy nem kell kutyaiskolába vinni a kutyájukat, ők otthon tökéletesen ki tudják képezni, és mi az, amit egy kutyaiskolába megkaphatnak? Igen, hát azt mondanám, hogy gyakorlatilag a magyar ember az valami olyan rendkívül módon szocializálódott, hogy úgy gondolja, hogy a futballhoz, a kutyaoktatáshoz és tenni a vízilabdához ért autodidakta módon vagy levelező tagozaton a legjobban. Ezt azt tudja, aki már valaha bemondták a nevét egy stadionba, vagy egy világversenyen, vagy akár csak egy vizsgán is. Vannak olyan emberek, akik nagyon ügyesek és jó kontaktot építenek fel a kutyával és következetesek. Egyébként a kutyaiskola szinten ezt lehet látni a családosok, amikor a gyerekikkel jönnek, hogy az mennyire jól neved, mennyire konzekvensen szólnak, milyen hangsúlyban, stb. De mivel hogy az elvárások így a 21. században, főleg városi szinten ugye egyre fokozottabbak, mind a társadalmi elvárás, mind a kutyásoknak is az igénye egymás irányába, ezért azért jönnek rá az emberek arra, hogy fontos, és a család tekintik a kutyát, akkor tényleg valójában képesek legyenek vele elmenni nyaralni. És hát annál borzasztóbb nincs, amikor elmennek egy sétára, és szeretnék magukat jól érezni, de a kutyával együtt, és gyakorlatilag ez egy kinkeserves szenvedés, hogy egyszerűen a kutyát nem tudják lábnál tartani, végig állandóan rá kell szólni, mert ebben a rohanó mai világban sokszor nem csak a gyerekre, hanem ráadásul a kutyára, meg pláne nem marad idő, és amire észbe kapnak, az már általában sokszor 10-napos, 1 éves kor, amikor 4-5 tagú család fogja le egy sima oltásnál is a kutyát, és mondja az állatorvos, hogy akkor most már tényleg feltétlenül el kéne vinni, mert egy akrobata mutatvány, ugye egy egyszerű kezelés is akár. Tehát nem minden német juhász kutya szeretik úgyse, hogy hiper-szuper okos, mint Rex felügyelő a tévében, és mindent rögtön megcsinál a gazdának, hanem ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, ugye kutyának is, gazdának is. Feltétlen. Gyakorlatilag az nem is jó szó, hogy kutyaiskola, mert mi elsősorban mindig közhasznú szervezet, mi nem a kutyákat tanítjuk, hanem a gazdikkal sajátítatjuk el azokat a vezényszavakat, mozdulatsorokat, megfelelő hanglejtéseket, a motivációs eszközöknek a használatát, a pozitív, negatív megerősítést, ugyanúgy, mint a gyerekeknél alapvetően. Tehát le se veszi a szemét, mondjuk, hogy gyárilag így született. De ez egy nagyon-nagyon fontos. Nyilván nem minden kutya egyforma, nem különleges, nem én tenyésztettem, de az, hogy folyamatosan kommunikál. Velem szeretne lenni, hogy valamit csinálhatunk, vagy mi történjen. Ez rendkívül fontos. Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy akár sérült beteg emberekkel való foglalkozás, mind az óvodai, mind az iskolai foglalkozásokon, mind ugye, mint én jó magam is, ugye 13 évesen kezdtem, egy gyerek, egy tinédzser formálásával is óriási jellege, lehetősége, ereje van annak, hogy én tudok alkotni, és egy másik lényen, ráadásul egy állattal jó kontaktot alakítok ki, és ha még esetleg ráadásul trükköket is, különböző gyakorlatokat is meg tudok tanítani vele, hát az ugye az embernek egy óriási nagy sikerélmény, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindig a legfontosabb a jövő generációja, a fiatalok, mert ha ők egy jó gondolatiságban és egy 21. századi technológiában valósulnak meg a kutya tanítás és tartás szempontjából is. Kendo, gyere létszél. Akkor ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogy ne zavarjuk a lakókörnyezetünket, hisz nem mindenki szereti feltétlen az állatokat vagy a kutyát is, de a kutyásnak feltétlen fontos, hogy jó példával álljon elő, és nagyon jó érzés az, a mai napig is, pedig ez sem nap, mint nap, amikor egy anyuka jó esetben, egy apuka azt mondja, hogy nézd meg, milyen szófogadó jó az a kutya, és bezzeg te, idézőjelbe.
Tehát akkor a gazdik ne várják azt, hogy a kutyájuk maguktól okos lesz, nyugodtan bármikor el lehet menni egy kutyaiskolába, mint például a kőbányai Happy Dog kutyaiskolába is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és természetesen itt most a Centrum TV-s adásokban te rendszeresen meghívott vendégünk leszel, hiszen egy kicsit megpróbáljuk sorba venni azokat az alapvető gyakorlatokat, amit otthon lehet gyakorolni, természetesen utána mindenkit kérünk, hogy menjen el egy kutyaiskolába, hiszen az a célunk, hogy felelős kultúrát, állattartók legyünk, és példát mutassunk azoknak, akik esetleg nem szeretik annyira kedvenceinket, mi. Köszönjük szépen! Köszönjük!